Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy születési horoszkópnak az elemzése és egy évi horoszkóp, hogy mi várható 2021-ben. Ez a felvétel egy személyes elemzés, A und A részére. Kedves A und A, üdvözöllek téged! Ez a te videód, és itt megtekintjük azt, hogy mi áll a te születési horoszkópodban, mi várható 2021-ben, hogy mozognak a bolygók, és mit vált ki a horoszkópodban. Ez a horoszkóp elemzés, ez az indiai számítás szerint van, és az indiai asztrológusok másképp számolják ki a horoszkópot, tehát ne csodálkozzatok azon, ha ez más, mint a mi általunk ismert asztrológiánál. Itt van különbség. Én a te aszcendentusoddal kezdeném, mint itt, ahogy a képen látható is bal oldalon. A te aszcendentusod az a rák jegyében van. Az azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor te megszülettél, ahol születtél, a rák jegye kelt fel a keleti határon. Ez befolyásolja a te személyiségedet, kihat a külsődre, a fellépésedre. A rák jegye az a víz eleméhez tartozik, a víz eleménél érzelmekről van szó. A környezet hat az érzelmeidre. Te is hatsz a környezetedre, az érzelmeiddel, segítőkész vagy, de vigyázz arra, hogy ezt mások ne használják ki. Te nagyon érzékeny vagy, a környezeted így lát téged, és ha valaki megbánt téged, ilyen esetben előfordulhat, hogy visszahúzódsz. Mivel a rák jegye felett a hold uralkodik, és az változik. Teli hold, új hold, lefogyó vagy növekvő hold, így előfordulhat, hogy változik a hangulatod. A te születési horoszkópodban itt a rák jegyében az első életházban található egy visszatekintő Szaturnusz bolygó. Szaturnusz az a sors bolygója. Őrzi a kármikus témákat, és megleckézted bennünket. Az első élet szakaszban nehézségekre, korlátozásokra utal. Ez lehet a te gyermekkorod, az ifjúsági évek, amikor nem tudtad élni a személyiségedet, mert mások befolyásolták ezt, vagy mások írták elő azt, hogy viselkedj, milyen legyen a fellépésed, még azt is, hogy milyen ruhát vegyél fel. A második életszakaszban Szaturnusz bolygó másképp hat, és ez előnyös számodra, mert megkapod az elismerést. Mivel Szaturnusz bolygó visszatekintő a születési horoszkópodban, az kármikus témákra utal, mert ez a visszatekintés jelenti a múltat. Most megtekintjük azt, hogy mi történik a rák jegyében 2021-ben az indiai számítás szerint. Az év elején nincs itt mozgás, eltekintve a holdtól. Természetesen. Júliusban itt található Mars és Vénusz bolygó. Itt szerelemről van szó.
és a bátorságodat is, ez a mars energia, de az is előfordulhat, hogy egy férfi kihat rád, és ott van a közeledben. A Vénusz bolygó mozgása itt a rák jegyében a te első életházadban kihat a te nőiességedre, a fellépésedre, valamit megszépítesz a külsődön, és a nőiességedet azt látják mások is, és bókokkal közelednek hozzád. Augusztus hónapban itt a rák jegyében van a nap és Merkur bolygó. A nap mutatja a havi témát. Ez a te személyiséged, a te fellépésed. Természetesen vannak itt családi kapcsolatok is. Merkur bolygó hatása alatt mozognak az események, vannak kapcsolatok, és adsz tanácsokat másoknak, és azok hallgatnak rád. Szeptember, október, november és december hónapban nincs bolygó hatás a rák jegyében. A rák jegye az július hónapot jelent. Most megnézzük azt, mi várható július hónapban 2021-ben. Július 1-én félhold van. Minden félholdnál vannak kihívások, belső feszültségek. Ezen a napon hiányzik a föld eleme, a biztonság érzete. Július 5-én a hold eléri azt a pontot, ami nagyon messze van a földtől, kivált nálunk reményeket, de ez minden olyan elérhetetlennek tűnik. Július 6-án a hold, az a felfele mozgó holdcsomón van, ez egy kármikus csomó, kármikus témákat vált ki, és keresünk egy kiútat. Július 10-én új hold van, ez azt jelenti, hogy legyünk visszahúzódóak, vagy meditáljunk valami felett. Július 13-án eléri Mars bolygó azt a pontot, ami messze van a naptól, így lelassulnak az események, meg elég nehéz világosan átlátni a dolgokon. Július 17-én fél hold van, mint mondtam, ez mindig kihívásokra utal, bizonytalanságokra, és ez, ami érezhető ezen a napon. Július 20-án a hold eléri a lefele mozgó holdcsomót, két út, megint vannak kármikus témák, de ennél a holdcsomónál a múltról van szó. Július 21-én a hold közel van a földhöz, kivált nálunk reményeket, és mivel ez közel van, ez megvalósítható. Július 24-én teli hold van az indiai számítás szerint a bak jegyében, és ez azt jelenti, hogy látni kell a dolgokat, a bak jegyénél célokról van szó. Ezen a napon Merkur bolygó, az közel áll a naphoz, így megvan arra a lehetőség, hogy valamit tisztázzunk, vagy lássunk valamit, ami fontos számunkra. Július 31-én félhold van, megint kihívások, bizonytalanságok, hiányzik a levegő eleme, hiányzik a könnyűség. Most visszatérek a te születési horoszkópodhoz. Most megtekintjük a második életházat. A második életháznál az anyagiakról van szó, pénzügyi dolgokról, értékekről, az lehet belső érték is. A te születési horoszkópodban itt van az oroszlán jegye, bolygók nélkül.
Az oroszlán jegye az szereti a luxust, az aranyat, minden olyan kisugárzó, és az utalhat arra, hogy te szívesen kiadsz pénzt ilyen luxus dolgokra. Amikor belső értékekről van szó, fontos itt az oroszlán jegyénél a nap, mert a nap uralkodik e felett a jegy felett, és a nap áll a középpontban, ami naprendszerünkben, és te állsz a középpontban. Ezek a te értékeid számodra fontos, hogy mások értékeljenek téged. Most megtekintjük azt, hogy mi a mozgás az oroszlán jegyében 2021-ben, mert az kihat rád, kihat az anyagiakra, kihat az értékekre. Az indiai számítás szerint év elején itt nincs mozgás az oroszlán jegyében, természetesen eltekintve a hold hatástól. Augusztusban itt mozog Vénusz bolygó és Mars bolygó. Kihat a szerelmi élet területére, nálad itt értékekről van szó, meg megbecsülésről, számodra értékes ez a párkapcsolat. De lehetnek anyagi témák is kettőtök között. Szeptember hónapban itt van az oroszlán jegyében a nap, indul egy új havi téma, mégpedig, hogy nálad például az anyagiak meg az értékek állnak a középpontban. Mars bolygó még mindig itt van az oroszlán jegyében, ez mutatja te erődet, hova fektesd be az erődet, ami számodra értékes, vagy kihat rád egy férfi. Ennél a mozgásnál nem mindig a lelki társ játszik itt szerepet, ez lehet egy más férfi is, ez a kihatás. Október, november és december hónapban nincs mozgás itt az oroszlán jegyében. Az oroszlán jegye az úgy augusztus hónaphoz tartozik, és megnézzük most az, mi várható ránk augusztus hónapban 2021-ben. Augusztus 2-án a hold eléri azt a pontot, ami messze van a Földtől. Mi érezzük a reményt, vannak álmaink, de úgy tűnik, mintha ez olyan messze lenne, olyan elérhetetlen. Augusztus 3-án a hold eléri a felfele mozgó holdcsomót. Itt vannak kármikus témák, egy új irány vagy egy kiút. Augusztus 8-án új hold van, ez azt jelenti visszahúzódni, meditálni valami felett. Az indiai számítás szerint ez a rák jegyében lesz, így a családi témák állnak a középpontban. Augusztus 15-én fél hold van, itt érezzük a belső feszültséget, hiányzik a lelkesedés, a bátorság. Augusztus 16-án a hold eléri a lefele mozgó holdcsomót, itt is kármikus témák vannak, de itt a múltról van szó. Augusztus 17-én a hold közel van a Földhöz. Érezzük a reményeket, a vágyakat, ez mind olyan közel áll hozzánk, és elérhető. Augusztus 20-án Uránusz bolygó megáll, és a következő naptól fogva visszatekintő lesz. Uránusz bolygó hatása alatt változásokról van szó. Augusztus 22-én teli hold van, az indiai számítás szerint a bak jegyében. Itt magas célokról, ideálokról van szó,
és fontos, hogy ezt ne adjuk fel. Augusztus 30-án félhold van, és ez bizonytalanságokat vált ki belőlünk, ez érezhető is lesz, hiányzik a víz eleme. Ugyanezen a napon, tehát augusztus 30-án a hold messze van a földtől, kivált nálunk reményeket, de minden olyan bizonytalannak tűnik, olyan messze, olyan elérhetetlennek számunkra. Ugyanezen a napon a hold nem csak messze a földtől áll, hanem eléri a felfele mozgó holdcsomót, és vannak itt kármikus témák is. Szükségünk van egy új irányra, vagy egy kiútra. És most visszatérek a te születési horoszkópodhoz. Most elérkeztünk a hármas életházhoz. Mielőtt elmagyaráznám azt, hogy ez mit jelent, meg kell, hogy említsem, hogy én Mallorca szigetén élek, itt nagy viharok vannak, nem minden nap, hála Istennek, de a mai napon van egy ilyen északi szél, szeles idő. A háttérben hallható is úgy hangzik, mintha valakit így ostorral vernének, de ez a időjárás itt most, ez a szélvihar. Visszatérve a hármas életházhoz. Ez az életház jelenti az élet iskoláját, ahol be kell, hogy bizonyítsuk magunkat. De utal képzésre, iskolára, emlékekre, hogy éltük ezt át annak idején, amikor még diákok voltunk, ami még ehhez az életházhoz tartozik, azok a rokonok, az internet kapcsolatok, kisebb változások vagy belföldi utazások. A te horoszkópodban itt található a szűz jegye. Az azt jelenti, te okos voltál az iskolában, de kicsit visszahúzódó. Itt látható Plutó bolygó, az mutatja a te belső erődet. Azt is mennyire fontos számodra ez az életterület, hogy bebizonyítsd magadat az élet iskoláján. És most megtekintjük azt, hogy melyik bolygó és mikor mozog a szűz jegyében 2021-ben. Az indiai számítás szerint 2021 év elején itt nincs mozgás a szűz jegyében, eltekintve a hold mozgásától. Szeptemberben itt található Merkur bolygó és Vénusz bolygó. Merkur bolygónál kapcsolatokról van szó, kommunikációról, mivel nálad ez az élet iskolája vagy képzés, természetesen lehet egy továbbképzés is, vagy egy szerződés. Vénusz bolygó szintén itt van a hármas életházban, az kihat a te nőiességedre, a szerelmi kapcsolatba, itt kell, hogy tanulj valamit, az lehet egy másik hölgy is a környezetedben, vagy egy rokoni kapcsolat, vagy valakivel együtt tanultok, van továbbképzés, de itt a hármas életházban, ahol az élet iskolája van, ahol kihívások vannak, az lehet egy rivális nő is. Október hónapban itt van a nap, tehát ez lesz a havi téma. Valamit rendbe kell, hogy tegyünk, vagy a gyógyító erő, a gyógyító hatás, valamit tisztáznunk kell. Itt mozog Mars bolygó október hónapban, az mutatja az erőnket. Ha nálad így kihívásokról van szó, akkor meg kell, hogy védjed magadat, de ez lehet egy férfi is a környezetedben, vagy egy rokon, előfordulhat, hogy lesz itt egy internet kapcsolat.
November hónapban itt található újra Merkur bolygó, itt vannak kapcsolatok, kommunikáción. Itt a hármas életházban gyakran tudásról van szó, vagy valamilyen képzésről. December hónapban nincs itt bolygó mozgás a szűz jegyében. A szűz jegye szeptember hónappal áll összefüggésben, és most megtekintjük azt, mi várható 2021. szeptemberében. Szeptember 6-án Merkur bolygó eléri azt a pontot, ami messze van a naptól. Így ezen a napon nem könnyű valamit tisztázni, vagy tisztán látni, lelassulnak az események. Szeptember 7-én új hold van, az arra jó, hogy visszahúzódjunk, elgondolkozzunk azon, hogyan tovább, vagy meditáljunk. Szeptember 11-én eléri a hold azt a pontot, ami közel áll a Földhöz. Kivált nálunk reményeket, és ez mind elérhető. Szeptember 13-án fél hold van. Ezek kihívások vagy bizonytalanságok, hiányzik a Föld eleme, a biztonság érzete, vagy vannak anyagi gondok. Szeptember 21-én teli hold van a halak jegyében, az indiai számítás szerint oda kell, hogy figyeljünk az érzelmeinkre. Szeptember 22-én van egy ilyen nap-éjszaka középpont, és az arra utal, vagy azt közli velünk, hogy maradjunk meg ebben a belső egyensúlyban. Szeptember 26-án a hold eléri azt a pontot, ami messze van a Földhöz, kivált nálunk vágyakat, de úgy tűnik, hogy ez olyan elérhetetlen. Ugyanezen a napon, tehát szeptember 26-án a hold eléri a felfele mozgó holdcsomót, itt vannak kármikus témák, és keresünk egy kiútat. Szeptember 27-én megáll Merkur bolygó, megállnak az események, várnunk kell, aztán visszafele tekint, tehát így a múltról van szó, de előfordulhat az is, hogy lelassulnak az események. Szeptember 29-én fél hold van, ezek bizonytalanságok, hiányzik a tűz eleme, a lelkesedés vagy a bátorság. És most visszatérek a te születési horoszkópodhoz. Most elérkeztünk a négyes életházhoz, ez a mély pont a horoszkópon, és ez az alap. És erre az alapra tudsz alapozni. Azon kívül jelenti a te otthonodat is. Itt a négyes életházban van nálad a mérleg jegye. Ha kiegyensúlyozott vagy, és tudod mérlegelni a dolgokat, erre alapozhatsz. A mérleg jegye szereti a szép dolgokat, tehát neked van egy szép, ápolt otthonod is. Itt a mélyponton van a holdad, ez utal az anyukádra, az anyai érzésekre, és az érzelmeidre is. A hold hatása alatt gyakran vannak változások is, ez utal változásokra, ami az otthonodat illeti, ez lehet költözködés, vagy te szereted azt, ha mindig változik valami a lakásban. Nem csak a hold utal erre, hanem Uránusz bolygó is. Gyakran vannak változások. Itt a négyes életházban, a mérleg jegyében van nálad a felfele mozgó holdcsomó Ráhú. Ez egy kármikus csomó, és mutat egy új utat, új lehetőségeket.
És most megtekintjük azt, hogy mi a mozgás, melyik bolygó mozog a mérleg jegyében 2021-ben, ami természetesen kihat az otthonodra, vagy kihat a párkapcsolat területére, mert ezt szimbolizálja a mérleg jegye. 2021 elején nincs mozgás a mérleg jegyében. Október hónapban itt található az indiai számítás szerint Vénusz bolygó és egy visszatekintő Merkur bolygó. Vénusz bolygó kihat a párkapcsolatra, különösen a mérleg jegyénél. De a mérleg jegye nálad nem a hetes életházban van, ahol a párkapcsolat található, hanem a négyes életházban, tehát kihat az otthonodra. Valamit megszépítesz, az is előfordulhat, hogy egy hölgy meglátogat téged. Merkur bolygó is itt mozog, az lehet egy szerződés, vagy ezzel a hölgyel egy jó kapcsolat, egy barátnő, és itt beszélgetésekről van szó. November hónapban itt található a nap. Utal a havi témára, és itt az otthonodról van szó. Mars bolygó is itt van a mérleg jegyében. Az fontos, hogy megőrizd a belső egyensúlyodat, ez ad számodra erőt, vagy egy férfi jön hozzád, meglátogat téged, ugyanez hat december hónapban is, mert Mars bolygó még mindig itt van a mérleg jegyében. A mérleg jegye az utal október hónapra, és most közlöm veled, mi várható 2021 októberében. Október 3-án Vénusz bolygó eléri azt a pontot, ami messze van a naptól. Ezen a napon mi hölgyek érezzük azt, hogy minden olyan átláthatatlan, vagy nehéz valamit tisztázni, különösen, ami a párkapcsolatunkat illeti. Október 6-án új hold van, és ezen a napon megáll Plutó bolygó. Meg kell, hogy álljunk elgondolkozni azon, hogy mit kellene lezárni az életünkben. Október 8-án a hold közel van a Földhöz. Itt vannak vágyak, remények, és mivel ez közel áll hozzánk, így elérhető. Október 9-én eléri a hold a lefele mozgó holdcsomót, Kétút. Itt a múltról van szó, emlékekről, kármikus témákról. Október 11-én Szaturnusz bolygó megáll, utána előre halad, ez kihat a sorsunkra, itt vannak változások, előre mennek az események. Október 13-án fél hold van. Ez mindig bizonytalanságokat vált ki nálunk. Ezen a napon hiányzik a levegő eleme, hiányzik a könnyűség vagy a kommunikáció. Október 18-án Merkur bolygó megáll, Jupiter bolygó megáll. Az lehet egy bírósági ügy, ahol úgy megállnak az események, vagy meg kell vizsgálni valamit. Utána előre halad Merkur bolygó is, és Jupiter bolygó is. Előre mennek az események. Október 20-án teli hold van, valamit kell, hogy megnézzünk, oda kell figyelni. Ezen a napon Merkur bolygó eléri azt a pontot, ami közel van a naphoz, valami látható lesz, lehet valamit tisztázni. Október 23-án a hold eléri
a felfele mozgó hold csomót. Itt vannak kármikus témák, de ez egy új irány. Október 24-én a hold eléri azt a pontot, ami messze van a Földtől. Kiváltja nálunk a reményeket, a vágyakat, az álmokat, de mivel ez messze van, így érezhető. Minden olyan elérhetetlennek tűnik. Október 28-án fél hold van. Bizonytalanságok. Hiányzik a Föld eleme, a biztonság érzete. És most visszatérek a születési horoszkópothoz. Most elérkeztünk a Skorpión jegyéhez. A Skorpión jegye az a víz eleméhez tartozik, és itt érzelmekről van szó, megújulásokról. Fontos, hogy elbúcsúzzunk a félelmektől, a bizonytalanságoktól, és éljük azokat az érzelmeket, ami belülről erősít bennünket, mint például a bizalom, a hit, a szeretet. Nálad a te születési horoszkópodban a Skorpión jegye az ötös életházban van, ahol a gyermekek vannak. Természetesen utal a te gyermekeidre, később az unokákra is, de itt vannak gyermekkori emlékek. Az is fontos, hogy a belső gyermeket erősítsd, hogy mindig mondjad magadnak, igen, én olyan büszke vagyok magamra, sok mindent elértem az életemben. Ez erősít bennünket belülről, ez a belső gyermek. A gyermekek mutatnak számunkra valamit, a játékot, ezt a játszadozást, és kell az életben ez a könnyűség, mert ez felszabadít bennünket, és pontosan ezt tanuljuk ennél az életháznál a gyermekektől. Ez az ötös életház olyan, mint egy színpad, egy színdarab, és te játszod itt a főszerepet. Itt nálad, ebben az ötös életházban, a Skorpión jegyében van Vénusz bolygó és Neptun bolygó. Ez mutatja a te tehetségedet a művészi élet területén. Ez nem csak most érezhető, hanem ez a gyermekkorodban is így volt. És most megtekintjük azt, hogy milyen mozgás lesz 2021-ben a Skorpión jegyében, mert ez kivált változásokat nálad itt az ötös életterületen. A lefele mozgó hold csomó, Kétú, egy kármikus csomó, ami a múltra utal, mind arra, amit átéltünk a korábbi életünkben. Itt van a Skorpión jegyében egész évben, nem csak 2021-ben, hanem 2022. márciusáig itt található. Januárban itt mozog Vénusz bolygó, kihat a párkapcsolat területére, azon kívül Vénusz bolygó utal a mi nőiességünkre, ennél a mozgásnál lehet egy másik hölgy is, azon kívül mutatja a kreatív munkát, gyakran a saját céget is. Februárban, márciusban, áprilisban, májusban, júniusban, júliusban, augusztusban, szeptemberben, októberben, novemberben a Kétún kívül nincs bolygó. Decemberben itt mozog a nap és Merkur bolygó. A nap mutatja a havi témát, itt megújulásokról van szó, és az érzelmekről,
és Merkur bolygónál kapcsolatokról, szerződésekről és kommunikációról. A Skorpión jegye az a november hónappal áll összefüggésben, és most megtekintjük azt, mi várható 2021. novemberében. November 4-én új hold van. Itt el kell, hogy gondolkozzunk valamiről, mégpedig arról, mit kell, hogy rendbe tegyünk. November 5-én a hold eléri azt a pontot, ami közel van a Földhöz. Itt vannak vágyak, remények, és ez megvalósítható. November 6-án a hold eléri a kármikus csomót, a lefele mozgó hold csomót. Itt vannak kármikus témák, mégpedig a múltból. November 11-én fél hold van. Ez bizonytalanságokat vált ki nálunk, hiányzik a víz eleme. Nem tudjuk kimutatni az érzelmeket. November 19-én teli hold van, mégpedig a felfele mozgó hold csomón. Itt vannak kármikus témák, látni kell egy új irányt, egy új lehetőséget. November 21-én a hold eléri azt a pontot, ami messze van a Földtől. Ennek ellenére kivált nálunk kívánságokat, vágyakat, reményeket, de mivel ez olyan messze van, így tűnik számunkra, mintha olyan elérhetetlen lenne. November 27-én fél hold van, ezek bizonytalanságok, kihívások, hiányzik a levegő eleme, hiányzik a könnyűség és a kommunikáción. Most visszatérek a te születési horoszkópodra. Most elérkeztünk a hatos életházhoz. Itt van a munka és az egészségügyi témák. Logikus, mert csak akkor tudunk dolgozni, ha egészségesek vagyunk. A te születési horoszkópodban, itt a hatos életházban van a nyilas jegye. A nyilas jegye az a tűz eleméhez tartozik, és itt mindig van mozgás. Kell a lelkesedés is. A nyilas jegye az hajlamos arra úgy gondolni, ennél van még valami nagyobb vagy jobb is, és előfordulhat az, hogy elveszíti az irányt. Viszont ez a nyíl ebben a csillagképen mutatja a központot, ami galaxiánknak, a tejútnak a központját. Spirituálisan ez a mi vágyainkat jelenti, azt, amit mi szeretnénk elérni, mert erről álmodunk. Ha ebbe az irányba tekintesz, ami a munkádat illeti, és éled a hivatásodat, akkor megvan itt ez az út, ez a lehetőség. Itt a hatos életházban, a nyilas jegyében van a napod, tehát ez számodra nagyon-nagyon fontos, ez az életterület. A nap jelenti a te énedet, és az apukádat is. Azon kívül Merkur bolygó szintén itt van a hatos életházban, az mutatja a te tudásodat. Azt is, hogy te mindig kezedbe veszed a dolgokat, különösen ami a munkádat illeti. Most megtekintjük azt, hogy mi változik 2021-ben a nyilas jegyében, amit te így a munkahelyeden élsz át. Persze, ez kihathat az egészségre is. Az elmúlt másfél évben, sőt több mint másfél éven keresztül a lefele mozgó holdcsomó itt volt a nyilas jegyében.
Ez a lefele mozgó holdcsomó, ez egy kármikus csomó, és a múltunkat mutatja, az emlékeket. Nem csak a gyermekkori emlékeket, hanem mind azt, amit átéltünk a korábbi életünkben. Ez hatott rád a hatos életházban, ami a munkádat illeti. Ez elmúlt, mert Kétú, ez a lefele mozgó hold csomó szeptember végén elhagyta a nyilas jegyét, és átkelt a Skorpión jegyébe. És mi történik 2021-ben? Január hónapban az indiai számítás szerint itt van a nyilas jegyében a nap, mutatja a havi témát, kell, hogy legyen egy irány, mozognak az események, lehetnek külföldi utazások, külföldi kapcsolatok is. Itt található Merkur bolygó, azok kapcsolatok, beszélgetések vagy szerződések. Február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, nincs itt bolygó. November és december hónapban Vénusz található a nyilas jegyében, ez hat ránk hölgyekre, itt lesz mozgás vagy utazások, ez lehet egy belső út is, és Vénusz bolygó kihat a szerelmi élet területére is. A nyilas jegye az december hónappal áll összekötetésben, és most megnézzük azt, mi várható 2021. decemberében. December 1-én Neptun bolygó megáll. Utána visszatekintő lesz. Neptun bolygónál, ami álmainkról van szó. Ez azt közli velünk, álljunk meg egy pillanatra, és gondolkozzunk el azon, miről álmodozunk. December 3-án Merkur bolygó eléri azt a pontot, ami messze van a naptól. Lelassulnak az események a gravitáción miatt, és nehéz valamit ezen a napon tisztázni. Szintén 3-án, tehát december 3-án a hold eléri a hold csomót, mégpedig a lefele mozgó hold csomót Kétút, és itt a múltról van szó. December 4-én új hold van, legyünk visszahúzódóak, meditáljunk az érzelmeink felett. December 4-én a hold eléri azt a pontot, ami közel áll a Földhöz. Itt vannak érzelmek, remények, vágyak, és mivel közel áll, ez elérhető. December 11-én fél hold van, ez bizonytalanságokat vált ki belőlünk, hiányzik a tűz eleme, a bátorság és a lelkesedés. December 17-én eléri a hold a holdcsomót, mégpedig a felfele mozgó holdcsomót Ráhút, ahol mi keresünk egy kiutat vagy egy új lehetőséget. December 18-án a hold eléri azt a pontot, ami messze van a Földtől. Megvannak a vágyak meg a remények, de ezen a napon úgy érezzük, hogy mind ez elérhetetlen. Ugyanezen a napon, tehát december 18-án Vénusz bolygó megáll, utána visszatekintő lesz. Vénusz bolygó kihat ránk hölgyekre, kell, hogy legyen egy kis szünet, meg kell, hogy álljunk elgondolkozni azon, hogyan tovább, vagy mit tudunk változtatni a külsőnkön, a nőiességünkön, és a párkapcsolat területére is kihat. December 19-én teli hold van,
Itt oda kell figyelni az anyagiakra és a pénzügyi dolgokra. December 21-én a nap eléri a téli pontot. Itt lehet egy változás, a nap az hosszabb lesz, az éjszaka rövidebb, kihat az életünkre is, itt lehet egy új kezdet. December 27-én félhold van, mint mondtam, ez lehet egy kihívás vagy bizonytalanságok, hiányzik a víz eleme, ami az érzelmekre utal. Nehéz kimutatni az érzelmeket. Az is lehet, hogy a társunk nem tudja ezt kimutatni, és ezért van ez a bizonytalanság. December 31-én a hold eléri a kármikus csomót, mégpedig a lefele mozgó hold csomót, két út, és itt vannak kármikus témák, ami a múltunkra utal. És most visszatérek a születési horoszkópodhoz. Elérkeztünk a deszcendentushoz. Ez az aszcendentussal szemben áll. Ez olyan, mint egy kapu, ahol kinyílik egy életterület, mégpedig a párkapcsolat. A te születési horoszkópodban itt van a bak jegye. Ez arra utal, hogy a fiatal években nehézségek voltak a párkapcsolat területén, a második életszakaszban meg lesz itt egy stabil párkapcsolat. A te születési horoszkópodban nincs bolygó ezen az életterületen. És mi történik 2021-ben, ami a szerelmi életedet, a párkapcsolatot érinti, ezt most megtekintjük. 2021-ben sok minden történik itt a bak jegyében. Januárban itt található Jupiter bolygó. Az ad lehetőségeket, szerencsét hoz. Jupiter bolygónál gyakran igazságról vagy igazságtalanságokról is lehet szó, vagy egy bírósági ügyről. Szaturnusz bolygó itt található egész évben a bak jegyében. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, tehát jövőre lesz nálad itt egy sorsdöntő változás. Plutó bolygónak több jelentése is van, mutatja belső erőnket, és utal egy szexuális kapcsolatra is. Február hónapban itt található még mindig Jupiter, Szaturnusz és Plutó bolygó, ehhez jön még a Nap és Vénusz bolygó. A havi téma a párkapcsolat és a Vénusz energiája mutatja a nőiességedet, utal a szerelemre, de előfordulhat egy másik hölgy a háttérben. Ez lehet egy jó barátnő is, aki tanácsot ad neked, és kihat a párkapcsolatod területére. Március hónapban még mindig marad Jupiter bolygó, Szaturnusz bolygó és Plutó bolygó, ehhez jön Merkur. Merkur az segít abban, hogy változások legyenek, hogy beszélgetések a párkapcsolatról. De lehet egy szerződés is, mert a szerződések is a hetes életházhoz tartoznak. Április hónapban itt van Jupiter bolygó, Szaturnusz bolygó és Plutó bolygó. Májusban Szaturnusz bolygó és Plutó. Plutó visszafele tekintő, ez utal a múltra, vagy hogy légy visszahúzódó, mert az adja neked a belső erőt. Júniusban mindkét bolygó visszatekintő, tehát Szaturnusz is és Plutó is. Ez gyakran a múlttal áll összefüggésben, vagy vannak kármikus témák. Ugyanígy lesz júliusban és augusztusban, sőt szeptemberben is. Októberben változik valami,
még mindig itt van egy visszatekintő Szaturnusz bolygó, egy visszatekintő Plutó bolygó, ehhez jön egy visszatekintő Jupiter bolygó. Jupiter visszajött ide a bak jegyébe, változott az irány, újra visszatekintő, ezek ilyen témák a múltból. November hónapban elmúlik ez a mozgás, ez a visszafele haladó mozgás, és előre mennek az események Jupiter bolygónál, Szaturnusz bolygónál és Plutó bolygónál is. December hónapban elbúcsúzik Jupiter a bak jegyétől, és itt marad decemberben még Szaturnusz bolygó és Plutó bolygó. A bak jegye az a január hónappal áll összeköttetésben, és megtekintjük azt, mi várható 2021. januárjában. Január 6-a az egy félhold. Ilyenkor bizonytalanok vagyunk, ezen a napon hiányzik a víz eleme, nehéz érzelmeket kimutatni, vagy érzelmekről beszélni. Január 9-én a hold eléri azt a pontot, ami közel áll a Földhöz. Ilyenkor kívánhatunk valamit, mert megvan arra a lehetőség, hogy ez megvalósuljon. Január 10-én a hold eléri a kármikus csomót, mégpedig a lefele mozgó hold csomót. Itt vannak kármikus témák, és ez a múltunkkal áll összefüggésben. Január 13-án új hold van, ilyenkor jó visszahúzódni, meditálni. Január 20-án fél hold van, megint vannak bizonytalanságok, hiányzik a levegő eleme, hiányzik a könnyűség, vagy a kommunikáción. Január 21-én eléri a hold azt a pontot, ami messze van a Földtől, de érezzük a vágyainkat, meg vannak kívánságaink, reményeink, de ez távol áll tőlünk, ilyenkor nem hiszünk ebben. Január 24-én a hold eléri a hold csomót, mégpedig a felfele haladó hold csomót, Ráhút. Ez is egy kármikus csomó, de itt a jövőről van szó, egy terület vagy egy irány, amit nem ismerünk. Január 28-án teli hold van, ilyenkor oda kell valamire figyelni. Január 30-án Merkur bolygó megáll, így megállnak az események, vagy késlekedik valami, itt kapcsolatokról, vagy szerződésekről, esetleg egy hírről van szó, utána visszafele halad, és az vagy a múlttal áll összefüggésben, az is lehet, hogy valaki gondol rátok, vagy visszatér az életetekbe, de ez a visszatekintő mozgás néha lelassítja az eseményeket. Most visszatérnék a te születési horoszkópodhoz. Most elérkeztünk a 8-as életházhoz, ez a halált jelenti. Természetesen előfordulhat haláleset, vagy egy örökösödési ügy is, de ennek az életháznak inkább egy olyan szimbolikus jelentése van. Mégpedig azt jelenti, hogy gyakran előnyös, ha megállunk. Ha van egy kis szünet, és elgondolkozunk azon, mi az, ami fontos, amit meg kell tartanunk, és mitől kellene elbúcsúznunk. Ezek lehetnek gondolatok, érzelmek, kapcsolatok, vagy egy hely, esetleg egy tárgy. Amire még utalhat ez a 8-as életház, ezek hivatalos dolgok, és pénzügyi helyzetet mutat. Mint például bankok, vagy bőrze, biztosítások, vagy adóhivatal.
ami még ide tartozik ehhez az életházhoz, ezek a szexuális kapcsolatok. Én úgy szoktam mondani, itt vannak a tabu témák. Halál, pénz, szex. A te horoszkópodban, itt a 8-as életházban van a vízöntő jegye, bolygók nélkül. Itt a vízöntő jegye utal a te ötleteidre. Ezt meg kellene valósítani. Azon kívül, hogy te egy különleges személyiség vagy. Ezt kell megtartani. Most megnézzük azt, mi történik 2021-ben a vízöntő jegyében. Januárban itt található Neptun bolygó. Az utal a mi álmainkra, a fantáziára, de a kreatív munkára is. Februárban Neptun bolygó még mindig itt van a vízöntő jegyében az indiai számítás szerint, ehhez jön egy visszatekintő Merkur bolygó. Az lehet, hogy lelassítja kicsit az eseményeket, vagy várunk egy hírre, kell, hogy türelmesek legyünk, de előfordulhat az is, hogy valaki visszatér a múltból, vagy valaki álmodik rólatok. Márciusban itt van még mindig Neptun bolygó, ehhez jön Vénusz bolygó, ez hat ránk hölgyekre, tehát élhetjük az álmainkat, ebben bízni kell, vagy éljük a hivatásunkat, kreatív munkát, egy művészeti területen. A nap is itt van márciusban, és az mutatja a havi témát, mégpedig azt, hogyha vannak jó ötleteink, és erről álmodunk, akkor bízzunk abban, hogy valóra vál. Április hónapban csak Neptun bolygó van itt, májusban és júniusban jön Neptun bolygóhoz Jupiter bolygó, adja lehetőségeket. Júliusban, augusztusban és szeptemberben itt van egy visszatekintő Jupiter bolygó és egy visszatekintő Neptun bolygó. Októberben elbúcsúzik Jupiter a vízöntő jegyétől, és itt marad Neptun bolygó novemberben szintén, és decemberben Jupiter visszatér a vízöntő jegyébe, és Neptun bolygó még mindig itt van, és visszafele halad. A vízöntő jegye az február hónapot szimbolizál, és megnézzük azt, mi történik 2021. februárjában. Február 3-án a hold eléri azt a pontot, ami közel van a Földhöz. Ilyenkor kívánhatunk valamit, mert ez megvalósulhat. Február 4-én fél hold van, itt bizonytalanságokról van szó, hiányzik a bátorság, a lelkesedés. Február 7-én a hold eléri a holdcsomót, mégpedig a lefele mozgó holdcsomót Kétút. Itt kármikus témákról és a múltról van szó. Február 11-én új hold van, ilyenkor jó, ha visszahúzódunk, meditálunk afelett, mik a céljaink, hogyan tudnánk ezt elérni. Február 18-án a hold eléri azt a pontot, ami messze van a Földtől. Érezzük a vágyakat, de nem hiszünk ebben, mert ez számunkra olyan, mintha túl messze lenne, elérhetetlen. Február 19-én fél hold van, megint bizonytalanságok, hiányzik a levegő eleme a kommunikáción. Február 20-án Vénusz bolygó eléri azt a pontot, ami messze van a naptól. Ez bennünket, hölgyeket érint, vagy
a szerelmi kapcsolatokat. Itt minden úgy lelassul, átláthatatlan. Február 21-én a hold eléri a kármikus hold csomót, mégpedig a felfele haladó hold csomót. Itt egy új irány van, vagy keresünk egy kiutat. Február 27-én teli hold van Regulus csillag hatása alatt, ez a szívünket jelenti, ez utal a szerelemre. És most visszatérek a születési horoszkópodhoz. Most elérkeztünk a 9-es életházhoz. Ez utal külföldi kapcsolatokra, utazásokra, ez lehet egy belső út is. És itt ebben a 9-es életházban van nálad a halak jegye és Jupiter bolygó. Jupiter bolygó itt otthon van, ki tud bontakozni, ez hoz neked szerencsét, mutatja a bölcsességedet, a belső nagyságodat is, de utalhat arra is, hogy szerencséd van külföldön, vagy a külföldi kapcsolatokat illetően. Jupiter bolygó itt a 9-es életházban nem csak a bölcsességet jelenti, hanem a nagy tudást is. Most megnézzük azt, hogy melyik bolygó mozog itt 2021-ben, milyen változások lesznek nálad ezen az életterületen. Januárban, februárban, márciusban nem történik semmi különös a halak jegyében. Áprilisban itt található a nap, mutatja a havi témát. A halak jegyénél a víz eleméről van szó, tehát az érzelmeinkről. Ebben a csillagképben kettő hal áll, és azok úsznak itt a vízben, de különböző irányba. Az egyik irány mutatja a félelmeket, a bizonytalanságot, így nem megy tovább, a másik irány az a hit, az a bizalom és a szeretet, és így előre mennek a dolgok. Ez, amit itt a halak jegyénél tanulunk. Áprilisban nem csak a nap van itt a halak jegyében, hanem Merkur bolygó, itt vannak kapcsolatok, vagy jön egy hír, beszélgetések, esetleg egy szerződés. Itt mozog Vénusz bolygó is, az kihat ránk hölgyekre, és itt az érzelmeinkről van szó, vagy kihat a párkapcsolatunkra. Az év további hónapjaiban nincs itt mozgás a halak jegyében, a holdon kívül természetesen. A halak jegye az március hónappal áll összefüggésben, és most megtekintjük azt konkrétan, mi történik 2021 márciusában. Március 2-án a hold eléri azt a pontot, ami közel áll a földhöz, itt kívánhatunk valamit, ez megvalósulhat. Március 6-án fél hold van, ez bizonytalanságokat vált ki belőlünk, hiányzik a föld eleme, a biztonság érzete. Március 13-án új hold van, ilyenkor jó visszahúzódni, meditálni, hogyan tovább. Március 14-én Merkur bolygó eléri azt a pontot, ami messze van a naptól, így valami átláthatatlan, nem mennek előre az események, nehéz valamit tisztázni. Március 18-án a hold eléri azt a pontot, ami messze van a földtől, mégis kivált bennünk vágyakat, reményeket, de ez úgy tűnik, mintha elérhetetlen lenne. Március 20-án a hold eléri a kármikus csomót, mégpedig a felfele haladó hold csomót,
itt van egy kiút, egy lehetőség. Március 20-a egyúttal a tavasz kezdete. Március 21-én fél hold van, bizonytalanságokat vált ki nálunk, hiányzik a tűz eleme, a bátorság, a lelkesedés. Március 28-án teli hold van, oda kell figyelni arra, mit tudnánk rendbe hozni. Március 30-án a hold eléri azt a pontot, ami közel van a földünkhöz, itt vannak vágyak, remények, és ez elérhető. Most visszatérek a te születési horoszkópodra. Most elérkeztünk a 10-es életházhoz, ez a felső pont a horoszkópon mutatja a nyilvánosságot, a hivatást. A te születési horoszkópodban itt található a kos jegye, és a kos jegyében Kétu, a lefele haladó hold csomó, és ez utal a múltadra, itt vannak kármikus emlékek. És ezek az emlékek kihatnak a hivatásodra. Az lehet a te képességed is, és te érzed belülről, hogy kell, hogy ez kibontakozzon. Most megtekintjük azt, melyik bolygók mozognak és mikor a kos jegyében, és hogy hat rád itt ebben a 10-es életházban. Az indiai számítás szerint itt a kos jegyében mozog egész évben Uránusz bolygó, ami változásokat vált ki, te ezt a munkahelyeden éled át. Január hónapban Uránusz bolygó még visszatekintő, és hozzájön Mars bolygó. Kell, hogy az erődet, az energiádat befektesd a hivatásodban. De előfordulhat az is, hogy a nyilvánosságon, vagy a munkahelyeden van egy kapcsolat egy férfival, az lehet egy szerelmi kapcsolat is, de nem biztos, ez lehet egy más férfi is, a főnököd, vagy egy kolléga. Február hónapban Uránusz bolygó előre megy, tehát lesznek változások, előre mennek az események, Mars bolygó még mindig itt van a kos jegyében. Márciusban és áprilisban csupán Uránusz bolygó van itt, májusban itt lesz a nap, ez mutatja a havi témát, ez lehet egy új irány vagy egy új kezdet, ehhez jön Vénusz bolygó. Azt mutatja a te nőiességedet, ezt észreveszik a nyilvánosságon is, vagy a munkahelyeden, de lehet ez egy kolléganő is, vagy egy főnöknő, aki segít neked a munkahelyen. Júniusban, júliusban, augusztusban, szeptemberben, októberben, novemberben és decemberben csupán Uránusz bolygó van itt, szeptembertől visszatekintő. Ez kicsit lelassítja az eseményeket, különösen, ha változásokról van szó, de lehet, hogy a múlttal áll ez összefüggésben. De ez utalhat a múltra is. A kos energiája az április hónappal áll összefüggésben, és most megnézzük azt, mi történik 2021 áprilisában. Április 2-án eléri a hold, a lefele mozgó hold csomót, és itt vannak kármikus témák, ez a múlttal áll összefüggésben. Április 4-én fél hold van, bizonytalanságokat vált ki nálunk, hiányzik a levegő eleme, a könnyűség, a kommunikáción. Április 12-én új hold van, ilyenkor jó meditálni valami felett, itt hat a halak jegye,
Tehát érzelmekről van szó. Április 14-én a hold eléri azt a pontot, ami messze van a földtől, de érezzük a vágyakat, a reményeket, az álmokat, de úgy tűnik, mintha ez olyan messze lenne, olyan elérhetetlen. Április 16-án a hold eléri a felfele mozgó holdcsomót, vannak kármikus témák, egy új irány. Április 20-án fél hold van, bizonytalanságokat vált ki nálunk, hiányzik a föld eleme, a biztonság érzete. Április 27-én teli hold van, ilyenkor oda kell valamire figyelni ezen a napon arra, hogy mit tudnánk rendbe hozni. Ugyanezen a napon, tehát április 27-én Merkur bolygó eléri azt a pontot, ami közel van a naphoz. Így előre mennek az események, látható valami, lehet valamit tisztázni. Április 28-án Plutó bolygó megáll. Ilyenkor el kell gondolkozni azon, mit kellene lezárni, mitől vagy kitől kellene elbúcsúzni. Plutó bolygó visszatekintő lesz. Április 29-én a hold eléri a lefele mozgó hold csomót. Ilyenkor vannak kármikus témák, ennél a kétú energiánál a múltról van szó. És most visszatérek a születési horoszkópodhoz. Most elérkeztünk a 11-es életházhoz, itt vannak a barátok, vagy egy csoport. Ez a 11-es életház jelenti a vágyainkat, az álmainkat is. A te születési horoszkópodban itt található a bika jegye. Ez kellemes és szép baráti kör, nagyon megnyugtató. Itt a 11-es életházban található nálad egy visszatekintő Mars bolygó. Természetesen lehetnek ezek férfiak a baráti körödben is, de a te születési horoszkópodban a Mars bolygó mutatja a lelki társat, mivel visszatekintő, itt van köztetek egy kármikus kapcsolat. Az lehet, hogy ti ismeritek egymást a korábbi életből, van köztetek ez a lelki társ kapcsolat. Mars bolygó mutatja a te erődet is, mivel visszahúzódó, visszatekintő. Ez néha jól esik neked, ha visszahúzódsz a baráti körből, és egyedül vagy. Kell ez számodra néha, mert ez adja neked a belső erőt. Most megtekintjük azt, hogy milyen mozgás lesz 2021-ben, a bika jegyében, ami nálad természetesen itt a 11-es életházra hat ki. Ráhú, a felfele mozgó hold csomó, az egy kármikus út, amit mi nem ismerünk. Nyújt számunkra új lehetőségeket, vagy egy kiútat. Egész évben itt a bika jegyében fog mozogni. Sőt, még 2022-ben is, 2022 márciusáig. Nálad kihat a 11-es életházra, tehát a vágyaidra, az álmaidra és a baráti körre is. Január hónapban, február hónapban, itt a bika jegyében csupán ez a felfele mozgó holdcsomó van. Márciusban és áprilisban itt mozog Mars bolygó, az mutatja a te erődet, de lehet egy férfi is. Előfordulhat, hogy ez a te lelki társad, de lehet egy más kapcsolat is, egy jó barát például. Májusban itt mozog Ráhú és Merkur bolygó, lesznek kapcsolatok, beszélgetések.
Júniusban itt található a nap, ez lesz a havi téma, mégpedig a bika energiája, az gyakran mutat anyagi dolgokra, értékekre, de arra is, hogy tartsuk meg a nyugalmunkat, és élvezzük az életet. A bika energiájánál gyakran ilyen kerti munkáról van szó. Júliusban itt található Rahu és Merkur bolygó, újra beszélgetések, kapcsolatok. Augusztustól egészen decemberig csupán Rahu található itt a bika jegyében. A bika jegye az május hónappal áll összefüggésben, és most megtekintjük azt, mi várható 2021. májusában. Május 3-án félhold. Ez bizonytalanságokat vált ki nálunk. Hiányzik a víz eleme, nehéz érzelmekről beszélni, nehéz érzelmeinket kimutatni. Május 11-én új hold. Ez jó, ha mi visszahúzódunk, meditálunk egy új kezdetről, új lehetőségekről. Május 13-án a hold eléri a kármikus csomót, mégpedig a felfele haladó hold csomót. Ez egy új lehetőség, vagy egy kiút. Május 19-én fél hold lesz, bizonytalanságokat vált ki nálunk. Hiányzik a levegő eleme, a lelkesedés, a könnyűség és a kommunikáción. Május 23-án Szaturnusz bolygó megáll. Szaturnusz bolygó az a sorsunk bolygója, őrzi a kármikus témákat. Itt jó, ha lesz egy pihenés, egy szünet, ezen a napon előnyös, ha elgondolkozunk azon, hogy milyen fontos döntéseket kell, hogy hozzunk, hogyan tovább, milyen sorsdöntő változások lesznek. Május 26-án teli hold lesz, egy finsternis, a hold, az a lefele mozgó hold csomón található, itt vannak kármikus témák, a múltunkkal áll összefüggésben. Ugyanezen a napon a hold eléri azt a pontot, ami közel van a földhöz, kivált nálunk érzelmeket, mint reményeket, kívánságokat, az álmainkat, és mivel a hold közel van a földhöz, ez elérhető. Május 30-án a Merkur bolygó megáll. Megállnak az események, utána visszafele fog mozogni. De visszatérve a Szaturnusz bolygóhoz, miután Szaturnusz bolygó megáll, az is visszafele fog haladni. És én előre haladok, és bepillantunk a te születési horoszkópodba, mégpedig a 12-es életházba. Ez a 12-es életház mutatja a titkokat, mind az, ami titokzatos. Ez a 12-es életház mutatja az ellenséget is, néha arra is utal, hogy fontos, hogy visszahúzódjunk, és őrizzük meg a titkainkat. A te horoszkópodban, itt a 12-es életházban az ikrek jegye van bolygók nélkül. És most bepillantunk abba, hogy mi változik itt. Milyen mozgás lesz az ikrek jegyében 2021-ben. Az év elején nincs mozgás. Május hónapban itt található Mars bolygó, légy visszahúzódó, és pihent ki magadat, mert kell, hogy gyűjtsd az erődet. Mars bolygó az utal egy férfira is, a te születési horoszkópodban ez a lelki társad,
Persze előfordulhat, hogy itt párkapcsolatról van szó, és visszahúzódtok, vagy van itt egy ilyen kármikus kapcsolat, néha titokzatos, misztikus párkapcsolat, de ennél a Mars tranzitnál lehet egy más férfi is, aki elmondja neked a titkait, vagy titokzatos és átláthatatlan az, hogy mit akar. Nem csak május hónapban lesz itt Mars bolygó, hanem júniusban is. Ehhez jön Vénusz bolygó és Merkur bolygó. Vénusz bolygónál lehet egy szerelmi párkapcsolat, de az is előfordulhat, hogy van egy ellenséged, egy hölgy, vagy egy hölgy elmondja az ő titkait. Merkur bolygó visszatekintő itt a 12-es életházban, a titkok házában, tehát nem mondd el a titkaidat ebben az időben, tehát júniusban. Július hónapban a nap itt van az ikrek jegyében, mivel a nap az valamit megvilágít, itt láthatóak lesznek számodra a titkok. Augusztusban, szeptemberben, októberben, novemberben, decemberben nincs itt mozgás az ikrek jegyében. Az ikrek jegye az a június hónappal áll összefüggésben, és most megtekintjük azt, mi várható 2021. júniusában. Június 2-án félhold lesz, ez bizonytalanságokat vált ki nálunk. Hiányzik a tűz eleme, a lelkesedés, a bátorság. Június 8-án a hold eléri azt a pontot, ami messze van a földhöz. Itt vannak vágyak, álmok, remények, de ez úgy tűnik számunkra, mintha elérhetetlen lenne. Június 9-én a hold eléri a felfele haladó holdcsomót. Itt vannak kármikus témák, egy új lehetőség vagy egy kiút. Június 10-én új hold lesz. Ez jó, ha visszahúzódunk, meditálunk valami felett. Ugyanezen a napon Merkur bolygó eléri azt a pontot, ami messze van a naptól. Lelassulnak az események, nehéz valamit átlátni, vagy valamit tisztázni. Június 12-én Vénusz bolygó eléri azt a pontot, ami közel van a naphoz, kihat ránk, hölgyekre, megvan a kisugárzásunk, és a szerelmi élet területén valamit tudunk tisztázni. Június 18-án félhold lesz, bizonytalanságokat vált ki nálunk, és hiányzik a levegő eleme, a könnyűség a kommunikáción. Június 21-én a nap eléri a nappontot, és ezután a nap rövidebb lesz, az éjszaka hosszabb. Ilyenkor jó, ha van egy új kezdet vagy változások. Június 23-án a hold eléri azt a pontot, ami közel van a földhöz. Ilyenkor kívánhatunk valamit, mert ez megvalósulhat. Ugyanezen a napon, tehát június 23-án Merkur bolygó megáll. Ilyenkor megállnak az események, kell, hogy türelmesek legyünk, ha egy szerződésről van szó, vagy beszélgetésekről, utána előre halad, és így előre mennek az események. Június 24-én teli hold van, mégpedig a kígyó tartó csillagképben. Ez bizonyára olyan érdekesnek hangzik számotokra, itt gyógyulásról, gyógyító erőről van szó. Június 26-án Neptun bolygó megáll,
Ilyenkor el kell gondolkozni azon, hogy mik a terveink, mik az álmaink, utána visszatekint, lehet, hogy egy kicsit lelassítja az eseményeket, vagy kell, hogy türelmesek legyünk, mire ez megvalósul. Gyakran a múltunkról van szó. Kedves A und A, így tudtam a horoszkópodat elmagyarázni, és azt, hogy mi várható 2021-ben. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!